Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát úgy volt, hogy páros lesz a két vendég, mert hogy ketten vannak, akkor csak páros lehet velem szemben. De hát nem, két szék van, két pohár van, és egy vendég egyelőre. Para Kovács Imre, szervusz, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kovács Zoltán pedig várjuk ide, akinek van egy saját dugója, és konkrétan abban ül. De előbb-utóbb tán megérkezik hozzánk. Viszont, ha már itt az előzetesben a Momentumról szó esett, neked úgy felakadt a szemed, és felhúztad a szemöldököd arra, igen, amit Fekete Győr András mondott, ez volt pontosan, hogy azt gondolom, hogy miközben egy kicsit más témát terveztünk, ezzel lehet, hogy meg is tudjuk várni Kovács Zoltánt, én egy kicsit erre a momentumos történetre visszakérdeznék nálad. Elképzelhető az, hogy a fiatalokon, a diákokon keresztül, mert hogy ez a terv a jelek szerint a Momentum meg tudja rengetni a rendszert? Mindenekelőtt szeretném Kovács Zoltánt kimenteni. Breaking news volt az Élet és Irodalomban. Az utolsó pillanatban beesett egy annyira jó vers, hogy újra kell tördelni az egész lapot, tehát ez abszolút érthető. Bárcsak így lenne, igen, egyébként, igen, hogy ez egy olyan ország lenne, hogy egy olyan versét újra tördelnek egy lapot. Kovács Zoltán olyan ember, és az és olyan újság, de ez most mindegy is. Igen, tehát hogy az tetszik nekem, hogy ők ezt elhiszik a Momentumban, az a csodálatos számomra, hogy ők ezt komolyan mondják. És hogy fantasztikus, és sok sikert kívánok hozzá. A ütni a rendszert, az egy elég érdekes dolog, ugye a Juhász Péter karrierjében látjuk, hogy ő kezdettől a választásokig gyakorlatilag pontosan, egészen jól dokumentált ütéseket vitt be sorozatosan, aminek az eredménye a 0,62% lett a választásokon. Nem tudom, hogy lehet-e ütni. Én pesszimista vagyok egyrészt, másrészt pedig nekem tökéletesen megfelel ez a nemzeti együttműködés rendszere. Nem szeretnék úgy tenni, mintha én kívül lennék ezen a dolgon, de én azt gondolom... Ne helyezkedj, para, ne helyezkedj! Én ne helyezkedjek? Az ATV-ben? Na mindegy, hogy tehát minden esetre én abszolút egyetértek azzal a megoldással, hogy azt mondta, hogy jól tematizálni fogja a közbeszédet, és én alig várom. Tehát én tényleg minden nap úgy nyitom ki a Magyar Időket, hogy sikerült-e tematizálni. Tematizálódott-e a közbeszéd? Igen. Viszont, hogyha már pártok, ugye két párt van nagyjából, amelyik a jelek szerint most aktívnak látszik. Az LMP, mert bajban van, és muszáj valamit csinálni, rendet is kell rakni, mert Ungár Péter meg is tette a magáét. Tegnap a kedves nézők nagy részletességgel hallhatták, láthatták, hogy miről szóló cikket írt, hiszen erről beszélgettünk itt, vagy fél órát. Ő azt mondja, hogy az ellenzék hagyja abba a moralizálgatást. Na de anélkül milyen ellenzék lesz ez az ellenzék, hogyha a morális háttér nem számít? Pontosítok. Egyetlen egy ellenzéki párt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt dolgozik ebben az országban. Az LMP az a helyét keresi, és úgy gondolom, hogy egy nagyon furcsa helyzetben van most, vagy a totális megszűnés, vagy a valami nagyon furcsa irány vár rájuk. Én szeretem őket egyesével, így, de együtt így LMP-ként már nem annyira. Nem hiszem, hogy hát ez igen. Tehát azt gondoljuk, hogy mi az ellenszere a Fidesz abszolút morál inszeniti nyomulásának, akkor azt gondoljuk, hogy hát ugyanez kell. Ki az a hülye, aki tényleg elmegy egy bicskával egy pisztoly párbajba, és akkor mindig csodálkozik, hogyha ugye nem győz, vagy ki az, aki ugye Hegellel támad a Vadnyugaton, és mikor szívében golyóval elterül, akkor nincs ideje ugye végig gondolni, mint a probléma. Ez egy érdekes hozzáállás, nem tudom. Mert mi lesz akkor, ugye, hogyha két morál nélküli politikai erő harcából kerül ki a győztes, az nem biztos, hogy jó egy országnak. Úgyhogy nem. Viszont, hát hogyha már itt tartunk, látsz olyan politikai erőt, amely morálisan annyira stabil, hogy ilyen tekintetben megingathatatlan? Már Magyarországon? Persze. Isten, de szó sincs róla. Ugye itt két dolog van, hogy úgy teszünk, mintha számítana a morál, ugye ez az ellenzék stratégiája volt, illetve úgy teszünk, tehát tényleg nem érdekel minket a morál, és ezt bevalljuk, ez volt a kormánypárt stratégiája. Tehát Gégfodor Gábor dobott ez ügyben egy nagy követ a vízbe, igen, amikor ezt ki is mondta. Hát nem, azt segítettek neki, mert ő ugye nem egyedül egy nagy kővel azért nem birkózna meg. De ez mindegy is, hogy azt gondolom, hogy itt azért igazából morális alapon párt nem szerveződött ebben az országban. Vannak tisztességesnek látszó, és valószínűleg tisztességes pártok is, vagy voltak, mert ugye ezek közül egy pár már ugye feloszlott, de hát a morál az csak egy jelszó a rengeteg vicces jelszó mellett az ászlónál. Na, a morális kérdése az, amit a CEU most csinált. Ugye az történik, hogy miközben volt egy meghirdetett programja a menekültek számára, az Európai Unió támogatja is azt a programot, most hirtelen visszakozott és egy körlevelet intézett a programban résztvevő ösztöndíjasok felé, mondván, hogy mégsem indítja el szeptembertől azt a képzést, amely kifejezetten az ő beilleszkedésükre szolgálna, és amely egyúttal életvitelszerű megélhetési kérdése is vált számukra, hiszen Budapest
Budapestre költöztek volna ezek az emberek a tanév idejére, mert hogy a különadó közbeszól. A különadó, ami nem egy tévéadó, ez a 25%. Igen. Mint ahogy a szülőcsatorna sem egy tévécsatorna. De hogy nem tudom pontosan a törvényt, igazából én ezt most olvastam a Hír délután, és nem tudom, mert ők azt mondták, hogy ez törvény. Ugye ez a migrációt segítő értem, szervezet, ha migrációt segít, akkor a külföldi befizetései 25%-át adóformájában be kell fizetni a magyar államnak. Ez a CEU esetében egy szemmel látható összeg. Igen, hát érthető. Tehát, hogy azt gondolom, hogy most ők álljanak egyedül itt a vártán, és legyenek, akik befizetik a egyébként teljesen jogtalanul, és nyilvánvalóan később majd kiderül, hogy alkotmány ellenesen beszedett pénzt. Egy gazdasági döntést hoztak. Egy egyetemnek nem hiszem, hogy fontos, hogy ő mutassa meg, hogy ki az a kemény csávó, aki Magyarországon talpon marad. Nem tudom, persze lehet, hogy ez egy kicsit azért oda kozmál, de hát ők azért egy magánegyetem, azt ne felejtsük el bizonyos fokig. Tehát ez olyan, hogy nagyon kevesen tudják, de hogy attól, hogy például mondjuk az ATV jelentős módon közszolgálati tevékenységet végez, ennek ellenére az egy kereskedelmi terület. Itt bizony gazdasági döntések is vannak, nem csak az számít, de hogy nem közpénzből működik az ATV, hogy jó műsorokat csináljunk, hanem az is működik, hogy legyen reklámbevétel. Így. És ez így működik, pontosan így működik szerintem a CEU-nál is, hogy kell az a pénz. Kulturális nyomulás. Szakács úr a Magyar Időkben a 12. résznél jár az ő életműdíjas sorozatában, amely sorozat szépen sorba veszi a teljes kulturális életet. A Petőfi Irodalmi Múzeumtól Tóth Vera előadó művészeti besorolásáig, egészen Esterházy Pétertől mondjuk a film alap viselt dolgaig és méltatlan pénzodaítélési gyakorlatáig. Elképzelhetőnek találod azt, hogy ez a történet ez önmagában áll meg? Tehát van egy író ember, aki a saját felindultságában egy ilyen sorozatot kezd el írni, anélkül egy politikai diktátor, most a szónak nem nem, rossz, egy jó értelemben, értelem. Hanem a diktáló értelmében elmondja neki azt, hogy mit kell írni és kiről kell írni. Ugye egyrészt azt gondolom, hogy Szakácsy úr a gerilla marketing zsenie. Ugye a 17 példányban eladott Magyar Időkben megjelenő szösszeneteit olyan szinten robbantja föl a független, vagy akár baloldali, vagy akár bármilyen média, hogy soha semmilyen blogbejegyzés ezen kívül nem ért el ilyen sikert, hogy erről beszéljenek. Másrészt pedig én azért mindig, főleg az utóbbi 2-3 évben azért a túlteljesítő szolgákat látom a Fidesz környékén. Én azt hiszem, a Fideszen belül azért egy elég komoly, még akár a média konglomerátumban belül is egy elég komoly harc folyik a pozíciókért, és aki tud többet feljelenteni versenyben, ő csak egyszerűen az érre akar törni, hiszen ezért azt látjuk, hogy azért annyi fizetés ott sincs, amennyi kellene, mert ugye tehát nem fognak most, hát van. Tehát van, de azért az eloszlik egy kicsit. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit inkább önkéntes rendőrködés a részéről. Hogy gondolod? Mert megmutassa. Hogy a reakciók az első cikkek után nem ilyennek tűntek. Tehát Ókovács Szilveszter némi hezitálás után bejelentette, hogy keresztény operákat fog játszani. Jó, helyesen, az Operaház. Prőle Gergely nem győzött magyarázkodni afelől, hogy mitől olyan a programja a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, amilyen, ennek ellenére beszélik, hogy az ő helyzete meglehetősen ingatag. Rajta kapták, hogy Parti Nagy Lajost olvasott egyszer. Ugye? És Grecsó Krisztián is bent volt egyszer a házban, ezt többen látták. Tényleg? Hozzám nem jött be soha a Klubrádióba, ebből is látszik, hogy rendes ember. De hogy a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy attól, hogy akár egy névtelen feljelentő, mint most esetünkben, aki mindegy, van neve, de azért tök mindegy, honnan jön a feljelentés. Tehát a rendszer lényege az, hogy azért a megfélemlítés működik, és azért ezek az emberek államintézményekben dolgoznak, egy perc alatt eltűnhetnek. Hát Ókovács Szilveszternek már azért volt egy dobása, tudjuk, hát azért a Billy Elliottal azért nagyon-nagyon mellé nyúlt. Én nyugodt akarok lenni. Ha belegondolsz, ott kezdődött ez az egész. Azzal az írással, ami nem Szakács Árpádhoz fűződik, nem. De utána a következő már tőle jött. Igen, itt azért emberek, ugye azért fontos olyan embereket kinevezni államintézmények élőjére, akik alkalmatlanok rá, mert akkor ők csak tőlünk függenek a jó indulatunktól. Ha alkalmas, akkor is. És a Prőle Gergelynél pont ez a baj, hogy ő ugye alkalmas, mert hogy azért, és azt most, hogy elmondtam ebben a tévécsatornában, azt hiszem a pozícióját végleg leromboltam, de a többieket, tehát azért jobb ilyen féltehetségeket oda tenni, mert azok úgy is rettegnek, hát aztán tudják, hogy itt a legközelebb, itt már állást nem találnak a környéken. Kovács Zoltánt hallom közelegni? Nem hiszem. Jó, megnyugtató. Igen. Tehát, hogy ennyi, azt gondolom, féltik a pozíciókat, és azonnal túlreagálják. Mert ugye
ha belegondolunk, hogy ugye, hogy most keresztény, nem tudom, hogy ezt a kifejezést használta, hogy keresztény operákat, de mint a keresztény szellemiség valahogy belekerült így volna, nagyon helyes lenne, egyébként semmi gond nincs ezzel, de bizony eddig is kevés iszlám vagy egyéb operát játszottak volna, hisz az opera történet jelentős része, lássuk be, keresztény országokban keresztény szerzők által készített opera. Én magam részéről egy buddhista operát sem ismerek, a kínai operáról most ne beszéljünk, azt eddig sem szerette Kovács Szilveszter. Nem tudok olyan operát elképzelni, ami valamilyen szinten nem lehet keresztény szellemiségűnek nevezni, mármint a nagyok közül. A musicalekkel hát mondjuk akad Verdi gond. Például írt Aidát, az annyira nem keresztény. Hát dehogy nem. Pontosan ez a szép, hogy azt a történetet a keresztény szellemiségben értelmezi újra Verdi, és a keresztény alapértékek mentén van a bűn és bűnhődés abban például. És rengeteget énekelnek, hogyha valaki na, nem ismeri. Ilyen alapon viszont a teljes irodalom, akár zenei, akár prózai világirodalom ilyen. Hát a világ, ha a világirodalmat Nyugat-Európa vagy európai irodalomnak és amerikának, igen, nagyon kevés kínai szerző művel jutott el világsikerre. Abszurdum azt állítani, hogy veszélyben lenne ez a történet a Billy Elliot által. Ami egyébként nagyon érdekes, de biztos vagyok benne, hogy annak van egy elég pontos és jó keresztény értelmezés ennek a történetnek. Hiszen az a fiú, szerencsétlen fiú, nem arról szól, amit sokan hisznek az alapján, hogy nem látták, csak a magyar időkben olvasták, nem arról szól, hogy engedjük szabadon a fiunkat, és egyetlen egy börtangába táncoljon a Pride-on, ha az van kedve, hanem azon, hogy egy fiú, ha nem akar ökölvívó lenni, akkor esetleg lehet táncos is. Ez még nem fogja őt tönkretenni. Én ezt tudom értelmezni a keresztény alapvetések alapján. Gyere máskor is. Ezt nagyon a mai megköszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.